Hiába küzdök meg velük, hiába tüntetem el nyomaim. Nincs egy hely, ahova ne jönnének utánam a démonaim. Az egyik jobbról a nyakam bali hely, a másik balról paralel, mintha csak várnák, hogy összeessek, ők sosem alszanak el. Velem ébrednek, velem virasztanak, ha kell. Követhet a régi énem, kopoghat kinn a sötétben. Hiába vissza többé nem megyek, nem én. Ezer kéz húzhat a mélybe, öltözhet az ég feketébe. Hiába vissza többé nem megyek, nem én. Meg az óriás plakátokon rám törik az ajtó támomban, de még mielőtt hozzászokom, hogy többé nem gondolok rájuk, és rögtön leizzad a tenyerem, de ha beleőrülök, akkor sem fordulhatok vissza, nem tehetem. Pedig tudom, hogy kell felégetni mindent egy perc alatt. Megtettem annyiszor, már a sűrű füst a lelkem ezt tapadt. Mert én tudom, hogy kell felégetni mindent magam mögött. Csak a múltam árnyékával táncolok a lángoló háztetők között. Így lettem a legszabadabb üldöző. Követhet a régi énem, kopoghat kinn a sötétben. Hiába vissza többé nem megyek, nem én. Ezer kéz húzhat a mélybe, öltözhet az ég feketébe. Hiába vissza többé nem. Kedves nézőnk, üdvözlöm Önöket, ez itt a Művészbe járó. A mai vendégem egy olyan fiatal művésztár, aki képzeljék, hogy Káposztás megyeren nőtt föl. Tinédzser korában millió lány, asszony, gyermekes anyuka, lányos anyuka rajongott érte, és az együttesét. Azóta felnőtt, és igen, komoly művésszé vált. Ő Molnár Tamás. Szia! Nagyon köszönöm ezt a kedves felkompot, egész belepirultam. Hát azért volt ilyen hosszú, mert azért nagyon sok minden történt veled, ugye az elmúlt években, évtized. Nagyon fiatalon kezdted a könnyűzenei ipari szakmát, aztán ugye jött a dalszerzés szövegírás az életedben, de ugye aztán jött a jetlag együttes, és azóta is ugye slágereket írsz, vagy a jetlagnek, vagy hatalmas magyar sztároknak. Egyébként pont utána néztem, hogy azt hiszem, hogy az egyik kedvenc számomat te írtad a Tóth Gabitól. Komolyan? Igen. Gabinak sokat írtam annó, kb. Egy lemeznyi dala van az én tollamból, szóval az is egy ilyen emlékezetes időszak volt. Hát nem is tudom, hol kezdjem. Az Anti-Fitness Klubnál kezdjük, jó? Igen, azt mondtad, hogy régóta vagyok így a zeneiparban, ezért én kölyökként ezt nem egy ilyen iparként tekintettem, hanem nyilván ez egy ilyen, hát mit tudom, egy ilyen megszállott hobbinak indult, ahogy mondtad, Káposztás megyeren a kis panel szobámban kezdtem el azt a néhány akkordot egymás után rakni, amiből aztán az első Anti-Fitness Klub dalok is megszülettek. Szóval itt szövegettem Újpesten a zenész álmaimat, és itt is váltottam valóra tulajdonképpen. De nagyon hamar berobbantatok, ugye? Igen, talán ezért is lehetett olyan hosszú a felkonf, mert én 14 voltam, amikor zenekart alapítottam,
a dobosunk az ott volt még a 8. ballagásomon, annyira kicsik voltunk. Eddigre már mi zenéltünk együtt, csak a zenekar alapítás volt 14 éves koromban, és 18 lehettem, amikor az első lemezünk megjelent az akkori Warner Musicnál, szóval egy ilyen nagyon mainstream sikerrel járt ez, meg az első videoklipünk az így eléggé látványosan berobbant, hogy csúnyán fogalmazza. Szóval igen, tulajdonképpen onnan datáljuk az ilyen szempontból csúnya szóval élve professzionális karrieremet. És nem féltél akkor, hogy fiatalon ugye ekkora szakmai és ekkora közönség sikeretek volt, hogy akkor hogy lesz a következő lépés, hogy ezt hogy fogom tudni fenntartani, mind zenében, mind pedig mondjuk slágerekben? Hát én ezt ilyen szempontból megmondom őszintén, hogy bár eléggé tudatosan igyekeztem hozzáállni a dolgokhoz, de hogy úgy tanultam a szakmát, szóval szerintem egy ilyen 10 évnek nagyjából el kell tenni, amire a vélt tudatos döntések, valódi tudatos döntések kialakultak. Addig én azt gondolom, hogy eléggé ösztönösen éltünk a helyzetek adta lehetőséggel, és egyébként kb. Hát imádtuk azt, hogy valóra váltottuk a kölyökkori álmunkat a zenekarban, és olyan helyekre jutottunk el, meg olyan színpadokon fordultunk meg, amiről nagyjából kiskorunk óta álmodtunk. Szóval, hogy mi lesz azon, annyit nem gondolkodtunk, viszont nem vetettük meg a szórakozás semmilyen formáját sem. Azt tudom, mert ugye találkoztunk, sőt én emlékszem, hogy amikor találkoztunk, akkor tinédzser lányok rosszul voltak, hogy ott vagy és látnak téged személyesen, ilyen félistenként kezeltek. Egyébként ez milyen volt így fiatalon megélni, hogy a fél ország szerelmes volt belétek? Hát igazából megvallva nem erre helyeztük a hangsúlyt, tehát de valahogy én mindig is így zenészként próbáltam érvényesülni, és szerintem így sikerült is. Valószínűleg az, hogy elkezdtem más hazai előadóknak dalszöveget írni, az is azért volt lehetséges, mert volt bennem egy olyan elhivatottság, ami nem rekedt meg ott, hogy éltem a helyzetet a lehetőséggel, mi szerint... De egyébként hogy írsz dalt mondjuk? Annyira például egy Zsédának az, amit ő közvetít a dalokban és a mondani valójában, annyira más, mint mondjuk a Tóth Gabinak az egyénisége. Hogy ők fordulnak hozzád, vagy hogy tudod rájuk passzolni azt, hogy mit írsz nekik? Hát meg a Szőri és Bulek, ami inkább egy underground zenekar, vagy mondjuk a most legutóbb a Kelepen kabátbannak írtam, ami megint egy teljesen más. Vagy a Jetlag, ugye azért más, mint egy anti-fitness klub volt. Én azt gondolom, hogy van bennem egy ilyen megszállottság, ami ledöntötte mindig a határokat, vagy a korlátokat. Szóval én nem műfajokban gondolkodom, hanem zenében. Én tudok rajongani a végtelen egyszerű kommercionális popzenéért is, de közben meg egyébként metal zenéket hallgattam kölyökként, tehát azok is megmozdítanak bennem húrokat, és így különböző műfajokban, meg különböző előadókban meg tudom találni azt, ami miatt szerethetőnek tartom. Mindenevő vagy? Vagy hát, a műfaji ember? Nem, azért válogatok szerintem, szóval alapvetően egyrészt nem is vállalok el mindent, meg nem is szeretek mindent, de közben egy csomó olyan élményem is volt, hogy ami teljesen egyértelműen az ilyen mumbaton, reggaeton műfajokkal így kibékíthetetlen ellentétet éreztem, de aztán mégis volt olyan, hogy egy jetlag dalba, aztán így belecsempésztem ilyen elemeket, szóval így önmagamat is meg tudom lepni. Én imádom a stílusok közötti átjáróházat. Én azt gondolom, hogy meg szeretem a diverzitást, és valószínűleg azért tudok sokat is írni, mert hát úgy válik folyamatosan újra és újra izgalmassá az alkotás, hogy más-más oldalról közelítem meg, más-más műfajokban, más-más előadókban, vagy más-más identitásban. Ugye az Anti-Fitness Klubbal kezdtem, ami egy rockzenekar, akárhogy is, aztán utána a Jetlagben láthattatok, ami egy elektronikus pop, vagy rádiópop, ami ezért eléggé más, azon kívül, hogy én éneklek benne, tulajdonképpen semmiben nem egyezik az előtte lévőtől. Igen, most, egyébként, ez tényleg így van. Most szólóban Molnár Tamásként kicsit az első kettőnek az elegyét láthatjátok, de az, hogy a szólónevemen nyilvánulok meg, az tulajdonképpen ezért sejteti azt is, hogy egy sokkal nagyobb szabadsággal állok az alkotáshoz, és nem bújok zenekar vagy brand nevek mögé, hanem pusztán az éppen aktuális impresszióimat valósítom meg a dalokban. Úgyhogy
nyilván élvezem az borzasztóan, hogy szabadon alkothatok, azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek csinálni, meg azt is persze, hogyha megkeresnek olyanok, akik azt gondolják, hogy a közreműködéseinkből jó dalok születhetnek. Egyébként kik vannak rád zenéleg hatással, mondjuk itt Magyarországon, vagy a külföld előadók közül? Hát Magyarországon nagyon sokan, szerintem felsorolhatnám az egész, hát most már legendának számító 60-es, 70-es évek, 80-as évek élvonalát, szóval... Mindenkit hallgattál? Ne, olyan szempontból igen, hogy én mondjuk az Ákosban, vagy a Bonanza Banzájban is megtaláltam, meg a Lovasi Andrásban is, holott ők valószínűleg egy kibékíthetetlen ellentétben vannak, de az én... Igen, vannak a Lovas is rajongók, meg az Ákos rajongók. Igen, meg ilyen szempontból szeparáltak, és nem csak valószínűleg az előadók, hanem a rajongók is nagyon igen. különböznek, de én megtaláltam mind a kettőben azt, ami számomra értékes. Szóval ilyen szempontból nem vagyok egyáltalán sznob vagy korlátolt. Én, és a külföldiek közül kik vannak, vagy voltak rád hatással? Hát ott is rengeteg, nem tudod, korszakaim vannak, szerintem elég látványos korszakok voltak. Igen, ezek, nagy váltások vannak. De ezek szerintem így külsőleg is látszanak, szóval így, ezek vizuális korszakok is. Hát nem tudom, most így alapvetően a svéd dalszerzők a leginspirálóbbak számomra, akikről tudni kell, hogy egyébként a világ könnyű zenéjének a 70%-ért felelősek, szóval rengeteg olyan amerikai vagy angol popdal van, aminek egyébként svéd szerzői vannak, de nem igazán tudunk róluk. Én ezeket nem, vagy nekik cseng a jogdíj. Így van. Egyébként a svédek ezt nagyon ügyesen felfedezték, hogy az emberi tőkébe fektetnek, és kevés, viszonylag kevés nyersanyag hiány arra törekednek, hogy megtanítsanak művészetekre. Uh-huh. embereket, majd egy számítógép elő leültessék őket, dalokat hoznak létre, amik utána adóforintokat termelnek a svéd állam számára. Adóforintokat, szóval, hogy adókoronákat, ha jól látod, tudom, ott ez a pénznek. Szerintem a skandinávoktól nagyon sokat lehet, nagyon sok mindenben egyébként tanulni, köztük például ezt is a zeneiparban is, meg az oktatásban, meg nagyon-nagyon sok minden szerintem lehet tőlük tanulni. Nincs olyan távol a kettő egymástól, azért lehetséges, hogy annyi sok svéd dalszerző van nemzetközileg, mert a 10 évestől 80 évesig mindenki beszél angolul, és ráadásul gyönyörűen, tehát minden az oktatásnál kezdődik, és nyilván az ABBA és az ABBA sikere kellett ahhoz, hogy egy egész nemzet kezdjen el büszkén zenélni, és reálisnak lássák azt, hogy ők egyébként világsztárok lehetnek, ha csak a dalaikkal is, nem csak a dalaikkal egyébként. És ezt így egészen egyértelműen tudatosan észrevették, és ezen így dolgoznak, szóval nyilván ez végtelenül szimpatikus számomra. Egyébként nagyon tényleg most egy picit visszatérve rád, hogy nagyon, ugye mondtad, hogy vannak korszakaid, és emberileg is azt látom, hogy például ugye a bulvárban veled nem is nagyon lehet találkozni. Jó, lehet, hogy még fiatalon adni kellett, de igazából kerestem, de ilyen nagyon-nagyon nem lehet téged sem a kereskedelmi televíziózásnak azon műsoraiban, sem a bulvárban igazából nem lehet ugye veled találkozni, maximum a magánéletről egy-kettő. Mégis az nekem nagyon tetszett, amikor a Starban elvállaltad, és Billy Eilish-ként fetrengtél a földön. Én olyan jót nevettem, hogy sírtam a röhögéstől, és mondom, de jó, nekem a fiúnak milyen jó humora van. Egyébként kedves, hogy ezt mondtad, megmondom őszintén, hogy azért nem vállaltam korábban ilyen szerepléseket, mert én nem tartom magam egy ilyen jópofa srácnak. Szóval, hogy sokszor inkább az ellenkezőjét érzem magamon, de ez a Starban sztáros fellépés, a Covid megkeresés, a Covid kellős közepén, ez így nyilván elgondolkodtatott azon, hogy hát máskor nem csinálhatnék meg egy ilyen műsort, csak most, amúgy is állandóan talán túlságosan komolyan is veszem magam, hogy lehet, hogy talán ebből tudnék lejjebb adni, mikor, ha nem egy ilyen műsor kapcsán, és így úgy álltam neki, hogy hát lehet, hogy majd jól szórakozok, ha én, akkor talán majd a nézők is, ezek szerint ez így működött, szóval, hogy így tök jó a visszajelzés, és köszönöm. De ettől függetlenül azért nem vagyok az a klasszikus értelemben vett jópofa srác, akit bármilyen ilyen... Nem az a sztárakat vagy, kitesznek, és akkor szórakoztatja a nézőket, mint most a Volmár volt ugye benne egy műsorban, és akkor ők mondták, és csak a két fiúról lehetett volna két óra hosszát leadni, mert hogy annyira hát exhibicionisták. Szerintem nem is az exhibicionizmusommal van a gond, az talán megvan hozzá, csak
csak én ezt a, mit tudom, ezt a jópofaságot ilyen bárgyúnak tartom egy idő után. Mármint, hogy magamon. Közben meg lehet, hogy túl szigorú vagyok magammal, és korán sincs erről szó, de most nézd, azt nem tudom mondani, hogy nem fogok soha ilyen szerepléseket elvállalni, mert mint mondtam, egyébként a Star Wars Star-ban nagyon jól éreztem magam. Az, hogy 5 adásig eljutottam, az meg különösen meglepett. Kiléptél a komfortzónádból egyébként? Hát abszolút mértékig, és valószínűleg ezt díjazták az ítészek meg a közönség is, hogy én azért ott nagyon, nagyon más voltam, mint amit egyébként így látnak, vagy egyébként megszokhattak tőlem. És még egyszer mondom, így jól éreztem benne magam, de azért mondjuk az 5. adás után, tehát ez úgy képzeld el ezt az egészet, mint egy ilyen LSD trip, tehát kb. Felfoghatatlan az a néhány hét, amíg ott vagy, és annyira szürreális helyzetek állnak elő. Hogy kinéztek, hogy... Azért igazából utána jó volt visszaülni az íróasztalhoz, és azt csinálni, amit a legjobban szeretek. Tehát azért is jók az ilyen kikacsintások, mert elkezd hiányozni az, amit egyébként úgy állt. Aki te vagy valójában. Aha. Úgyhogy ilyen szempontból nem zárom ki azt, hogy... láthatom majd hasonló helyzetekben, de nyilván nem ez a fő profil, ez bizony ellátod. Ugye én nem is szeretnék kitérni, illetve szeretném is ugye ezt az Azt beszélik a városban című most hatalmas berobbant slágereteket Majkával. Én elmondom neked, hogy amikor így először elmondom, mi az, mi 2 millió meghallgatták egy napon, mert rámegyek. Még egyszer meg, és egymás után azt hiszem 5-ször hallgattam meg, hogy jól hallom. Amit hallok, egyébként ugye maga a dallammenet is fülbe mászó, tehát már otthon tercelgettem rá így magamba. Igen. Amúgy, és énekel... ez nagyon durva, hogy ezt mondod, mert egy tercel lejjebb lett helyezve az énekdalom. Akkor én nekem automatikusan följebb ment. Tehát a fő énekdalom, amit most hallasz, az egy alsó tercel, tehát az volt az eredetileg kitalált szólam, amit te terceltél. Akkor igen, lehet, hogy igen. De és hogy meghallgattam egymás után, hogy mondom, micsoda, még egyszer visszahallgattam, és hogy ugye ez hogy volt, hogy te kerested meg a Majkát, vagy a Majka keresett meg téged? Ő keresett föl, elsőként mint dalszövegíró kért fel, vagyis hát kérte a segítségemet, mert szerinte és a környezete szerint egy kicsit durvára sikerült a szöveg, de úgy annyira durvára, amennyire nem akarta, szóval az indulatai így felülírták a reális elképzeléseit. Uh-huh. Vagyunk ezzel így egy páran. Hát igen, vannak kirohanásaink, dükirohanásaink. Igen. Én magam is indulatkezési problémákkal közködök, szóval én abszolút megértettem. Így igazából először azt kérte, hogy puhítsak a refrénem, mert azt gondolta, hogy túlságosan élesre sikerült. Én pedig az elsődleges feladatomnak azt éreztem, hogy lebeszéljem erről, mert az első pillanattól kezdve így hatás alá kerültem, és viszonyom alakult ki a dallal, rázott a hideg folyamatosan, szóval egy olyan... Azt éreztem, hogy ez a legjobb dala vagy szövege, amit eddig valaha írt, és a belehalok sikerét is túl fogja szárnyalni, hogyha ez megjelenik. Szóval azonnal ilyen érzések fogtak el. Azért, mert annyira igaz. Hát meg annyira aktuális, meg annyira, hát így hűen tükrezi a közhangulatot sok szempontból. Aha. Szerintem. És mondtam, hogy abban nem szívesen vennék részt, hogy ebből bármit is elvegyünk, viszont írtam hozzá 2 további refrént, majd felgitároztam neki, akusztikus gitárat, de tudod, csak a telefonon csináltam egy ilyen hangizetet, és elküldtem neki. Nagyon tetszett neki, úgy gondolta, hogy az én soraimnak is benne kell lennie, viszont mivel tetszett, ahogy énekeltem, meg a gitározás, kérte, hogy csináljak egy olyan verziót, amit én éneklek, és tegyek bele gitárokat is. Amire egyébként én ösztökéltem őt, mert már az első pillanatok kezdve éreztem, hogy ez egy ilyen rap-rock együttállás. Pont annyira kritikus, mint amennyire mindkét műfaj alapvetően kritikus kell lenne, hogy legyen, viszont az utóbbi időben egyik műfaj sem szól erről igazából. Szóval csináltam egy olyan verziót, amit a kérésére én énekeltem, tettem bele gitárokat, a 2 refrénemet, meg írtam hozzá egy bridge részt, amit együtt éneklünk, a második refrén utáni kicsit monoton részt, és annyira tetszett neki, hogy akkor úgy döntött, hogy akkor valósítsuk meg így ketten, tehát legyen Majoros Péter és Molnár Tamás, ami nyilván nagyon, nagyon jól esett. Már alapvetően a bizalma, hogy felkért először cenzorként, szóval érted, nyilván dolgoztunk már korábban különböző projekteken, de azért az, hogy ilyen bizalommal keresett meg, az nyilván jól esett, az meg, hogy úgy gondolta, hogy én énekeljem el, úgyhogy egyébként a Nika ott énekel a zenekarában, aki szerintem a
legjobb énekesnő az országban, igen, ezt így mondjuk ki. Ez meg ugye főként hízelgő volt. Ráadásul tényleg olyan viszonyom alakult ki a dallal, hogy így tudtam, hogy a szövegen túl így hozzá tudok rakni valami olyan pluszt az előadásommal, amitől talán léphet még egyet ez a dal. És a környezetettől egyébként milyen visszajelzéseket kaptatok? Tehát volt, aki azt mondta, hogy hú, gyerekek, ez így nagyon szuper, de... Nem volt, aki próbált lebeszélni róla. Aha. Ez teljesen egyértelmű, mert itthon nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a fősodorban kritikus hangok szólaljanak meg. Szerintem ez teljesen normálisnak kell legyen egyébként. Szóval nem csak elkötelezettek ülhetnek állami tévécsatornákban, vagy szerintem nem csak elkötelezetteknek szabadna ülni ilyen helyeken. Úgyhogy valószínűleg ez is sokak torkának adt, nyilván sokaknak az igazság is fájt, szóval az a dallal kapcsolatos kritikák azok ilyenokból is felmerülhettek, de hát mondjuk az a pusztító visszhang, ami így követte ezt a dalt, az szerintem így mindent felülírt. Aha. Szóval én most azt érzem, hogy sikerült valami olyat csinálnunk, ami több, mint egy dal, és így valóban jelent az embereknek tényleg valamit. Ezt tényleg egyébként mielőtt jöttél, megint meghallgattam. És talán egy hű korlenyomat. Tehát nyilván így 35 éves lettem, most már azért azon túl vagyok, hogy egy nyári popslágerek kielégítsenek, olyan dalokon töröm a fejem, amik egy életen át vállalhatóak, vagy legalábbis jelentenek valamit. Hogy mondjuk 20-30 év múlva is, hogyha valaki berakja, akkor ugyanolyan jót tombol rá. Hát én nem is az, hogy tombol rá, de mondjuk így megidézi azt az időszakot, tudod, hűen, és azt sugallja, hogy ez a dal ez így jelent valamit, azon túl, hogy megittak rá 3 sört, és táncoltak rá 2. Érted? Szóval, hogy mivel nyilván nem csak ilyen szellemben írok, de ez érthető okokból közel áll. Egyébként hadd kérdezem már meg, hogy van valami következő projekt ennek a sikernek köszönhetően, amivel a Majkával mondjuk készültök? Egyébként azóta már írtunk 2 dalt közösen, ezek olyan dalok, amiben én nem leszek előadó, de szerzőként, szövegíróként részt veszek, és van egy közös dalunk is úton egyébként, nemrég osztotta meg velem a Peti, úgyhogy azon is dolgozunk. Azért megmondom őszintén, nehéz lesz ennek a dalnak a nyomába érni. Vagy valami tök mást kell. Nyilván tök más lesz. Nem is próbál meg a nyomába jönni az új, de teljesen más úton indulunk el. De az kiderült, hogy bár teljesen különböző zeneiségből jövünk, sőt, minden szempontból különböző irányból közelítjük meg a zenét, azért van egy olyan megszállottság zene iránti alázat mindkettőnkben, ami viszont nagyon egyértelmű és közös. És ez segít kohéziót teremteni, meg valahogy jól állunk egymásnak, ez a reprok, ez nem egy új dolog. A Randy MC is csinálta. A 80-as években, Aerosmith énekesével, Steven Tylerrel. Meg hát ugye volt egy egész korszak a Limp Bizkittel, a Kornnal, amik ilyen rap metal zenekarok voltak, szóval nincs új a nap alatt ilyen szempontból. De ez jó volt ez a találkozás, nagyon. Meg most elmenni hallottunk ilyet szerintem, szóval valahogy a tök egyértelmű séma, mi szerint a gitárok, a kicsit kiabálósabb ének és a rap találkozzon, ez nem nagyon volt porondom most. És mostanában hol találkozhatnak veled a nézők, a követők, a rajongóid? December 28-án lesz a következő ilyen nagyobb megjelenésem az Aquarium Klubban. Ez egy 2 felvonásos koncert lesz, hogyha teljesen egyértelműen akarok fogalmazni, akkor saját magam előzenekara leszek, mert egy akusztikus 1 órával kezdek, Farkasi Zsák Hegedű művész kísérletében adjuk elő. Ismerjük, hogy gyakorta vendég itt az újpesti rendezvényeken. Én már nem indulok el nélküle sehol. És szóval Farkasi Zsákkal fogunk egy órás akusztikot nyomni, ahol összeválogatok olyan dalokat, amik régen, ritkán, vagy talán még soha nem szólaltak meg, ezek után pedig egy több mint 1 órás hangos, pusztítóan hangos koncerttel zárjuk az évet. Az Akváriumban december 28-án, úgyhogy ide várunk mindenkit nagyon szeretettel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettél velünk, és remélem, hogy majd valamikor tudjuk ezt a beszélgetést folytatni. Bízom benne.
Kedves nézőink, ez volt a művészbejáró, találkozunk jövő héten is. Viszontlátásra!